Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi.